Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Storytime-ban kérem szépen, ugyanis tartozok ezzel már egy ideje. Volt még a múlt hónapban egy ilyen kis szavazás, de igazából, hogy szerintetek mi az, ami nem igaz az alábbiak közül? Itt láthatjátok a bal oldalamon egyébként ezeket a lehetőségeket. Hát érdekes volt, úgyhogy gondoltam, hogy kicsit sztorizok mindegyikről, jó? Tehát, hogy kinek lett igaz, a kinek nem, gondolom azért van, aki kíváncsi rá. Szóval... kezdjük a legelején. Fogadtam el maffia pénzt. Bárra szavaztak, hogy nem, de. Jó, tehát hála Istennek utána néztem egyébként, hogy lejártak ezeknek a dolgoknak a határidejei, illetve ugye nyilván ugye mindenki egy videóban azt mond, amit akar. Szóval voltak különböző zsívánságok még ugye 2000-es évek elején. Akciós telefonvásároltatása például diákokkal, amikor voltak ezek a diák kedvezmények, és kiküldeni Szerbiába, mindenféle ilyen elektromos cucc vásárlás hajléktalan által, akit a büdös életben nem fognak megtalálni, hogy behajtsák rajta, ami valahol kikötött nyugaton. Igen, történtek ilyenek. Nem mondom el, hogy melyik részében voltam. Jó, nem magasan, de nem mondom el, melyik részében voltam. Na, következő. Vettem részt tömegverekedésben. Nem akartam, előfordult. Tehát amikor a kedvenc helyeden elkezd egy totál idegen társaság balhézni, és te véletlenül belekeveredsz, mert valaki szájba vág, az egy kurva kellemetlen dolog egyébként, de igen, volt rá példa, bár ez nem most történt. Ez nagyon nem most történt, ez már 20 évvel ezelőtt. Na mindegy. Beszélek oroszul. És nem tudom, hazudjak? Nem. Nem beszélek oroszul egyébként. Kb. Annyit tudok, hogy mit én, nazdarovje, dasvidanya, da, meg harasó. Ezzel kb. Ki is fújt az összes orosz tudásom, szóval engem Moszkvában simán eladnának úgy, ahogy vagyok. Amire a legtöbben szavaztatok, hogy hat gyerekem van. Annyi van. Jó, annyi van, tehát 2 és 18 között annyi van. Nem unatkozom, jó? Tehát én a munka után második műszak, aztán jövök ide felvenni. Lepődjetek meg, oké? Illetve az utolsó. Voltam hajléktalan. Igen, nem sokáig, hála Istennek, de volt egy nagyon rövid időszak, még 14 éves koromban, amikor én a pécsi Szent István téri padok kényelmét élveztem néhány héten keresztül, és a munka, akkori munkaadom az meg is jegyezte, hogy örül neki, hogy ennek el, tehát nyilván levágta, hogy valami gebasz van, hogy más is van így, de én legalább úgy kezdem a műszakomot, hogy elmegyek fürödni. Szóval, ja. Ennyi a történet. Kérdezzetek rá nyugodtan bármelyikre, hogyha esetleg van valami keresztkérdésetek, amire lehet válaszolni. Egyébként vannak sztorik mindegyikből bőven, de... köszi szépen, remélem, hogy meglepődtetek, és a következő alkalommal is gyertek hozzám ide további történetekért. Sziasztok!